A 20. század minden téren a forradalmi változások időszaka volt, a tömegtermelés megjelenésével a reklám szerepe is fokozatosan nőtt az 1900-as évek elején. A hagyományos hirdetések mellett újabb és változatosabb eszközök segítették az eladást, a termékek népszerűsítését. Ezt is bemutatja a Józsa András Múzeum időszaki tárlata. A 1900-as évektől, ugye, amikor beindul a reklámozás a nagyüzemben, rájönnek a cégek, hogy érdemes a szép hölgyekkel reklámozni az eladni kívánt tárgyaikat, és ezért is látható nagyon sok plakáton szintén egy-egy gyönyörű nő, és azt is észre lehet venni, hogy férfiaknak szánt tárgyakat, eszközöket is hölgyekkel reklámoznak, akár motorolaj vagy autóalkatrész reklámplakátot is láthatunk. A legtökéletesebb benzinmegtakarító készülék reklámplakátja mellett tipikusan nőknek szóló hirdetéseket is összegyűjtöttek a tárlat megálmodói. Ez a plakát például a múlt század fordulójának kedvelt S alakú kecses ruháját ajánlja. Az időszaki tárlat pedig interaktív is, többek között női arcok memóriajátéka szórakoztatja az érdeklődőket. A kiállításban az 1910-es évekből van a legkevesebb anyagunk. Ennek oka az első világháború. Ugye a divat is változott ezekben az években, és ugye az anyaghiány lépett föl ugye a háború miatt, és egy nagyon fontos mondat is megfogalmazódott ekkoriban a divattal foglalkozóknak a fejében, ugye, hogy a háború hosszú és a szoknya rövid. Reklámfilmek és divatbemutatókról készült felvételek is segítik felidézni az egyes korszakok hangulatát, tette hozzá Mohácsi Endre, aki szerint a korabeli ruhák és cipők is átadják az évtizedekkel ezelőtti életérzéseket. A Szépség és a Reklám című időszaki tárlat augusztus végéig tekinthető meg a Nyíregyházi Múzeumban.